Ezek a színcinege fiókák pár nap múlva már elhagyják az odút, az apró termető madarakat valamennyi érdeklődő megnézhette a nyíregyházi Tuzson János botanikus kertben, ott szervezték meg idén is a Madarak és Fák napját. Az érdeklődők az év madaráról is hallhattak. 2017 év madara a tengelic, vagy gyakoribb nevén ugye Stiglincnek is szokták szólni ezt a madarat, így ez a népi neve. 2017 év madara nagyon szerencsés, ugyanis ez a madár nem csak hogy itt Nyíregyháza környékén, de gyakorlatilag az egész országban nagyon gyakori, tehát nagyon könnyen építhetőek rá mindenféle programok. Egy gyönyörű szép madár, ugye színpompás, piros, fekete, sárga mindenféle színben leledzik. A hangja az jellegzetes, bár nem mondhatnánk, hogy olyan szép éneke van, de tulajdonképpen városokban, mindenfelé, fasorokban, erdő széleken is összefuthatunk ezzel a madárfajjal. A természetvédelmi előadások mellett a madárgyűrűzés rejtelmeivel is megismerkedhettek az érdeklődők. A madaratnak a lábára fémgyűrűt rakunk, tehát minden gyűrű fémből készül, de miután nem egyforma madarak lábának a vastagsága, vannak icipici kis gyűrűk, vannak közepesek, és vannak egész nagyok is. Magyarország legnagyobb gyűrűje ez a gólya gyűrű, ami sasokra, gólyákra, hattyúkra, vagy a nagy termetű, nagy füles bagunkra, az uhura is rakhatunk. A Madarak és Fák napján az év fáját, egy vadalma csemetét is ültettek a nyíregyházi botanikus kertben. Hagyományosan minden évben ezen a napon elültetünk egy fát itt a botanikus kertben, az év fáját, mindig az aktuális év fáját. Ebben az évben a vadalma az év fája, úgyhogy egy nagyon szép vadalma példányt ültettünk el ide a elmúlt évek fái közelébe. A Madarak és Fák napján játékos vetélkedőkön természetvédelmi előadásokon is részt vettek az érdeklődők.